Víz mellett elviselhetőbb a hőség, ráadásul a győri vizes játszótér általában még árnyékban is van, így nem csoda, hogy a létesítmény nagyon népszerű a nyári melegben. Itt a kicsik és szüleik is könnyebben viselik a 30 fok fölötti forróságot, de sokaknak komoly problémát okoz átvészelni a kánikulai napokat. A mentőszolgálatot is jóval többen hívják segítségül, amióta beköszöntött az igazi nyár, leginkább időseknek és betegeknek kell segíteni. Vannak, akik csak fejfájással, migrénes panaszokkal, fáradékonysággal reagálnak a hőségre, de bizony vannak, akik ájulásos rosszulétet produkálnak, illetve a szív- és érrendszeri betegek körében még akár súlyosabb rosszulét is előfordulhat, ezért a legfontosabb a számukra az, hogy gondoskodjanak a folyadékpótlásról, a legmelegebb órákat lehetőleg töltsék árnyékos, hűvös helyen. A mentők szóvivője szerint ez még csak a kezdet, amint valóban tartóssá válik a hőség, még többen hívják majd őket. Györfi Pál szerint az egészséges emberek egy kis odafigyeléssel megkönnyíthetik saját dolgukat, hiszen némi árnyék és jóval több folyadék fogyasztása sokat segíthet. Nagyobb problémát okoznak az idősek és a krónikus betegségben szenvedők, nekik állandó odafigyelésre van szükségük a forró napokon. Ezért a mentők azt kérik, ha a veszélyeztetett emberekre még jobban figyeljenek oda családtagjaik, nehogy tragédia legyen a kánikulából.